Tankötelezettség, kérelmezhető a 6 évesek iskola kezdésének halasztása. Influenza, nincs még járvány, nem késő beadatni a védőoltást. Vasúti fejlesztések közel 300 milliárd forintból korszerűsítenek. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Január 31-ig kérelmezhetik a szülők az oktatási hivatalnál, ha a tanköteles gyermeküket még egy évre az óvodába szeretnék tartani. Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalára, akkor az oktatási hivatal 8 napon belül dönt az adott ügyben. 6 éves a gyerek, mit csináljak, engedjem iskolába, fogja bírni a tempót, a sok tanulnivalót? Nagyon sok szülőben ezek a kérdések merülnek fel. A köznevelési törvény módosítása miatt ez évtől, ha a gyermek augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, köteles elkezdeni iskolai tanulmányait. A változtatással kapcsolatban érdemes tudni, van lehetősége a szülőknek. Január 31-ig kérelmezhetik a 2020. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítását. Azok a szülők, akik szeretnének halasztást kérni a beiskolázás alól, kérelem űrlapot tölthetnek le az oktatási hivatal internetes felületéről. A kérelmekben indokolni kell, miért szeretnék visszatartani gyermeküket. A kérelemhez csatolható többek között orvosi igazolás és szakértői bizottság által kiállított szakvélemény is. A kérelmeket postai úton lehet eljuttatni az oktatási hivatalhoz, akár 8 napon belül is dönthetnek az ügyben. Kismérten Evelyn gyermeke is idén lesz 6 éves, ők már beadták a kérelmüket, és már meg is kapták a hivatal döntéséről az értesítést, kisfiúk még maradhat egy évet a Búzaszem óvodában. Az én kisfiam még nyári születésű, ő most fogja még csak tölteni a 6. életévét, és ezért úgy gondolom, hogy még szeptemberben nagyon pici lenne ahhoz, hogy az iskolába elkezdje a tanévet, hiszen még az óvodában egy olyan kis nyugodt, barátságos környezetben van, ahol még az az egy év nagyon kell az ő fejlődésének, hogy el tudjon indulni szeptemberben iskolába. Az iskolára való felkészítést az óvodák már akkor megkezdik, amikor a gyermek először 3 évesen belép az intézménybe, ott találkozik először a közösségi élet szokásaival, szabályaival, nagycsoportos korban pedig már tudatosabban készítik őket az iskolára, mondta a Búzaszem óvoda intézmény vezetője. Játékosan, az egyéni érési fejlődést figyelembe véve differenciáltan készítik a kicsiket a beiskolázásra. Évek óta sosem volt probléma, gyermekeink megállják a helyüket az iskolába. Október-november táján meg szoktak bennünket hívni a tanítónénik, megnézhetjük, hogy az innen kikerült óvodásaink, hogy bizonyítanak az iskolába, nem szokott probléma lenni, jól teljesítenek. Én remélem, hogy most az új törvényi változások hatására vannak olyan gyerekek, akik hamarabb elmennek, megállják majd a helyüket, és a 2020 novemberében az óvónénik úgy jönnek vissza, hogy ügyesek, okosak, nincs a gyerekekkel probléma. A szókincsfejlesztés, a beszédértés, a kommunikáció, az elemi számolási készség mellett a mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek az óvodákban. Több intézményben jógával nyugtatják, lazítják el a gyerekeket, ami többek között nagyban segíti a finom motorika fejlesztését. Ez az írástanulásnál is előnyt jelenthet. Már a januári fizetés is több lehet, ha időben nyilatkoznak az érintettek az adókedvezményről. Olvasható a kormány.hu-n. Az év első hónapjaiban több tízezren felejtik el igénybe venni az adókedvezményeket, pedig az időben leadott nyilatkozatok nem csak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. Célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg nyilatkozatot, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Ettől az évtől a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák is kedvezményben részesülnek, ők SZJA mentességgel élhetnek. A tárca számításai szerint mintegy 40 ezer édesanya összességében
20 milliárd forintot spórolhat. 2020. január 1-től ugyanis azok az édesanyák, akik legalább 4 gyermeket szültek vagy fogadtak örökbe, és azokat saját háztartásukban nevelték, a fizetésükből 15%-kal többet vihetnek haza. Európai viszonylatban is nagyon sikeres volt a 2019-es év az Electrolux nyíregyházi gyárában. A gyártás folyamatosan stabil volt, a minőség kiemelkedő, és elkészült a 10 millió modik termék is. 2020-ban elkezdődik annak a 100 millió eurós beruházásnak a tervezése, amely 2023-ra fejeződik be. Stabil gyártás, európai szintű fejlődés és minőség jellemezte 2019-ben az Electrolux nyíregyházi gyárát. Ezen kívül tavaly novemberben elkészült az üzemben a 10 millió modik termék, ami szintén fontos mérföldkő volt az Electrolux életében. Szintén tavaly jelentették be, hogy egy óriási fejlesztés fog megvalósulni 2020 és 2023 között 100 millió euróból. A legmodernebb technológiával felső kategóriás csökkentett energiafogyasztású, az Európai Unió új energia irányelveit is figyelembe vevő termékek készülnek majd Nyíregyházán. Egy teljesen új termékpalettát fogunk létrehozni, intelligens termékekkel, zöld termékekkel, újfajta csomagolással például, és az új termék struktúrára építve lesz egy folyamatfejlesztés is a gyárban, új gépek, berendezések lesznek, az ipar 4.0-án fogunk dolgozni, tehát szeretnénk minél több digitális technológiát alkalmazni, automatikus méréseket alkalmazni, robottechnikát alkalmazni a gyártásban és a tervezési folyamatokban is, és minden visszamérésben, például digitális visszamérés szeretnénk a minőségre vonatkozóan, a gépekre, berendezésekre vagy a karbantartás segítse. Ezek a legfontosabb célkitűzéseink. Az Electrolux gyár 14 éve működik Nyíregyházán, 52.000 négyzetméteren körülbelül 1000 főt foglalkoztat. A gyár folyamatosan kiveszi a szerepét a társadalmi felelősségvállalásból, az évek során összesen 300 nyíregyházi oktatási, nevelési és szociális intézménynek segítettek gépeikkel. Egyelőre még nincs influenza járvány, de egyre többen fordulnak influenza-szerű megbetegedéssel házi orvosukhoz. Országosan 100, megyénkben 6 szentinel, úgynevezett őrszem orvos küld mintát a népegészségügyi központba, majd a tenyésztés eredménye után készül a járványügyi jelentés. Mellettük valamennyi házi orvos részese a figyelőszolgálatnak. Van, ahol igen, Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében még nem mutatták ki az influenza vírust. Viszont az esztendő második hetében emelkedett az influenza-szerű megbetegedések száma, duplájára nőtt a házi orvoshoz fordulók aránya. Nyilván összefüggésben van azzal, hogy az iskolába, óvodába elkezdtek járni a gyermekek, tehát a zárt térben a vírus átadásának a lehetősége az természetesen könnyebb lett, illetve a tömegközlekedési eszközökön megnövekedett a lakosság száma, és hát ez, illetve a téli időjárás, általában a nem túl hideg, hanem ez a latyakos, csapadékos időjárás kedvez a vírusok terjedésének. Akkor mondhatjuk, hogy influenza, ha a vírust kimutatták a laboratóriumban, de a tünetek alapján az orvos meg tudja különböztetni a két kort. Az influenza-szerű megbetegedés lassabban kezdődik, néhány nap alatt éri el a csúcsát, jellemzője a torokfájás, orrfolyás, köhögés, láz, esetleg csak hőemelkedés. Az influenza robbanásszerűen jelentkezik, végtag fájdalommal, hirtelen magas lázzal, elesettséggel, fejfájással, esetleg hányással is társulhat. Tehát drasztikusabbak és gyorsabban kialakulók a tünetek. A téli időszakban legyengült immunrendszerünket fehérje és vitamindús táplálkozással lehet erősíteni. Célszerű sok folyadékot inni, nagyokat aludni, és az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözködni, s ha a körülmények engedik, szellőztessük lakásunkat, munkahelyünk tereit. Influenzás, illetve influenza-szerű megbetegedések halmozódás esetén ne nagyon menjünk olyan környezetbe, ahol tartósan zárt területen sok ember előfordul. Ezt próbáljuk elkerülni, illetve a védekezésben egy nagyon fontos dolog, hogy mivel cseppfertőzésről van szó, ezek a cseppfertőzéssel megtapadnak különböző anyagokon, tehát mindenféleképpen
a tartós, gyakori kézmosás ez elengedhetetlen. Illetve itt a harmadik, a védőoltásoknak a beadása. A tisztifőorvos szerint nem késő a védőoltás, hiszen 10-14 nap alatt alakul ki a védettség. A rizikócsoportba tartozóknak mindenképpen érdemes oltásra jelentkezni. Mint oly sokszor mondják a szakemberek, a vírusfertőzést tüneti kezeléssel, lázcsillapítókkal, pihenéssel lehet gyógyítani. Antibiotikumot csak akkor kell szedni, ha bakteriálisan felülfertőződik a vírus. Jelentős vasúti fejlesztések lesznek idén. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Péntektől nem változnak az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon, a 95-ös benzin 393 forintos átlagáron, a gázolaj pedig 418 forintos átlagáron érhető el a kutakon. A mentőket, a rendőröket és a tűzoltókat is a május 1 térre riasztották szerda délelőtt. Egy idősebb hölgy nem nyitott ajtót kopogtatásra és csengetésre sem, magasból mentő kosár segítségével jutottak be az érintett lakásba a tűzoltók. A hölgy nem volt rosszul, vizsgálat után lakásában maradhatott, nem kellett kórházba szállítani. Izzókat cseréltek az E.ON szakemberei a Szarvas utcán szerda délelőtt, teljes lett az utca közvilágítása. A munkálatok tovább folytatódnak a következő napokban a város több pontján. Ráfutásos baleset történt szerda dél körül a Szent István utcán, a Kossuth gimnázium előtti átkelőhelyen egy gyalogost engedett át egy utánfutót fontató kis teherautó, ám a mögötte érkező személygépkocsi vezetője erre későn reagált, jelentős anyagi kár keletkezett. Jelentős vasúti fejlesztések lesznek idén, minden korábbinál több forrás, közel 300 milliárd forint hasznosul majd kötött pályás korszerűsítésekben. Elsősorban a főváros és a megyeszékhelyek közötti pályákra fókuszálnak majd, és forgalomba állnak az első emeletes motorvonatok. Magyarországon 2010 óta több mint 1300 milliárd forintból valósultak meg uniós társfinanszírozással vasúti projektek. Idén minden korábbinál több forrás hasznosul majd kötött pályás korszerűsítésekben. Az idei évben minden korábbinál több, nagyobb forrás, közel 300 milliárd forint hasznosul majd a kötött pályás korszerűsítésekben. Ez jelenti a pályaállapotok javítását, korszerűsítését, és jelenti a közlekedő vonatokban a járművek, a kocsik, illetve a mozdonyok korszerűsítését is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai célja a vasúti személy- és áruszállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának javítása. A tárca alapvető szakpolitikai törekvése, hogy a közösségi közlekedés az egyéni megoldásokkal versenyképes, az igényekhez igazodó, korszerű és összehangolt kínálattal álljon az utasok rendelkezésére. Az ügyfélközpontú szolgáltatói szemlélet érvényesítése mellett kiemelt elvárás, hogy a helyközi közlekedés gerincét a környezetkímélő vasút adja, a kötött pályás kapcsolatokat javítani kívánják az országon belül, elsősorban Budapest és a megyeszékhelyek között, a főváros és a vidéki nagyvárosok vonzás körzetében. 2020 valódi korszakhatárt jelent a vasúton, hiszen forgalomba állnak majd az első emeletes motorvonatok. Forgalomba állnak az idei év februárjában Magyarországon először az emeletes motorvonatok. Folyamatosan halad az IC plusz kocsik elkészítése, illetve folyamatosak a Talent motorvonatok javításai, a Flirt motorvonatoknak a komfortfokozatának a fejlesztése. És a pályakorszerűsítések tekintetében a legfontosabb a Rákos 60 vasúti szakasz, ez egyébként érintheti a nyíregyházi utazókat is. A Kelenföld-Szeszalombat, a Puszta-Szabolcs vonalszakasz, ezek zajlanak most folyamatosan. Illetve még hamarosan lezárul a Püspökladány-Debrecen vasúti szakasz fejlesztése, ez is egy jó hír a nyíregyházi utasoknak. A kormány és a MÁVA közlekedési hálózatok minőségét bővítésekkel, korszerűsítésekkel közelíti a társadalmi elvárásokhoz, a gazdasági szereplők igényeihez. Győzelemmel kezdte a 2020-as évet a Nyikse kosárlabda együttese, az MB2-es gárda a lista vezető Békés Csaba ellen nyert. A csapat szeretne bejutni a rájátszásba. Pénteken ismét hazai környezetben játszik.
Nagyon megerősödött az ellenfél, hazai pályán megelégednék az egypontos győzelemmel is. Kovács Tibor a Sunshine-nyik SMB2-es kosárlabda együttesének vezetőedzője optimista volt az első 2020-as mérkőzés előtt, pedig a nyíregyháziak az első helyen álló, eddig mindössze egy vereséget szenvedő Békés Csabát fogadták. Igaz, a hazaiak is mindössze kétszer kaptak ki eddig. Hangsúlyoztam a fiúknak is, meg hangsúlyoztuk a fiúknak is, hogy fontos mérkőzésről van szó, de ha lehet, ne görcsöljük túl a meccset, próbáljuk a saját játékunkat nyugodtan és kiegyensúlyozottan is pontosan játszani, és mindenki a szívét és főleg a fejét tegye oda a pályára, és akkor nem lesz gond. Én azt gondolom, hogy egy jó rutinos csapatként említhetem a mi csapatunkat. Vannak még hiányosságok, mert munkahely, család, tanulás, vizsgaidőszak, egyebek, de én azt gondolom, hogy élünk, dolgozunk, és van egy ilyen csapat a megyének, amire én azt gondolom büszkék vagyunk, megpróbáljuk a legjobbat kihozni a mai mérkőzésen, és főleg a bajnokságban. Az már az első percekben látszott, hogy ez nem lesz egy egyszerű meccs, távolról többször is eredményesen dobtak a pirosmezes vendégek, de annyik se sem panaszkodhatott. Kósa Tamás többször is remek labdákkal szolgálta ki a társakat, a palánk alatt pedig asztalost nem tudták tartani a csabaiak. A triplák sem maradtak el, földesi 75%-kal dobott kintről, és már az első negyed után komoly előny szerzett a nyíregyházi csapat. A következő két játékrészben viszont a Békés Csaba volt pontosabb, az utolsó negyedben azonban a Nyikse eldöntötte a meccset, és 86-78-ra legyőzte a lista vezetőt. A csapat pénteken a Mezőberényt fogadja 19 órától a Bánki torna termében. A vendégek a 6. helyen állnak, így a Nyíregyháza mérkőzés esélyese. A tabellát jelenleg a Deac vezeti az MB2 keleti csoportjában, a Békés Csaba és a Sunshine Nyikse előtt. Nincs már veretlen csapat a csoportban, a Debrecennek egy, a Nyíregyházának és a Békés Csabának 2-2 veresége van. Az első két csapat lehet ott a rájátszásban, és harcolhat az alapszakasz után a feljutásért. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Január 31-ig kérelmezhetik a szülők az oktatási hivatalnál, ha a tanköteles gyermeküket még egy évre az óvodába szeretnék tartani. Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll, az oktatási hivatal 8 napon belül dönt az adott ügyben. Egyelőre még nincs influenza járvány, de egyre többen fordulnak influenza-szerű megbetegedéssel házi orvosukhoz. Országosan 100, megyénkben 6 szentinel, úgynevezett őrszem orvos küld mintát a Népegészségügyi Központba, majd a tenyésztés eredménye után készül a járványügyi jelentés. Jelentős vasúti fejlesztések lesznek, minden korábbinál több forrás, közel 300 milliárd forint hasznosul majd kötött pályás korszerűsítésekben. Elsősorban a főváros és a megyeszékhelyek közötti pályákra fókuszálnak majd, és forgalomba állnak az első emeletes motorvonatok. A Nyíregyházi televízió híradóját látták, holnap is várjuk majd Önöket a legfrissebb információkkal. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!